A Baranya megyei Pogányban három nemzetiség, magyar, horvát és német él együtt. A helyi svábság mindig is összetartó közösség volt, őrzik hagyományaikat. A Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998-ban alakult, és azóta tevékenykedik a helyi németségért és szervez programokat. A német nemzetiségi horgászversenyt Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egykori elnöke emlékére rendezik. 2014 meghirdettük első ízben ezt a versenyt. Heinek Ottó, a Magyarországi Német Önkormányzat elnöke volt az első ember, aki jelentkezett erre a versenyre. Aztán, amikor a sors úgy hozta, hogy már nem jöhetett közénk, akkor úgy döntöttünk, hogy itt a Pogányi Német Önkormányzattal, hogy itt lesz köztünk mindig ezáltal, hogy őről nevezzük el a versenyt. Létszámos pillanatnyilag stagnált, ahol 19 csapat volt, jelenleg is annyian jöttek el. Népszerű a verseny, már szerintem tavasszal kezdenek telefonálgatni, mikorra tervezzük a jövő évi versenynek az időpontját. Jó fogások vannak ma, úgyhogy sokan fognak hazamenni jó élményekkel. Van, aki hetente 4-5 is horgászik, van, aki nagyharra horgászik, van, aki apróharra. Hát most itt a módszert, technikát ki a maga módján választja meg. Nagyon szép 10 kiló fölötti halakat is fogtak, sok apró halat is fogtak, hogy jó eredménye fogjuk zárni ezt a mai versenyt, úgy érzem. Ez a 9. verseny, jövőre lesz a 10. német nemzetiségi horgászverseny, de egyben az 5. Heinek Ottó emlékverseny, hogy jövőre már ilyen kis jubileum lesz, úgyhogy reméljük, hogy az is jó fog sikerülni. Az Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért, azaz a VUK, különféle programokat szervez német nemzetiségű gyerekek számára. Ők is képviseltették magukat a horgászversenyen. Nem is tudom, hogy hányadik alkalom, már ez a 9. horgászverseny. Az elsőkön nem voltunk, de utána igazából évről évre részt veszünk. Két nagy amúgy sikerült fognunk, 12 kiló körülieket. Mellette van egy pár keszeg, meg pár ponty. Voltunk már korábbi években egyszer harmadikok, tavaly akkor pont lecsúsztunk a dobogóról, akkor negyedik helyezést értünk el, és aztán idén meg reménykedünk, hogy felférünk a dobogóra. Próbálkoztunk ilyen kicsit büdösebbel, meg gyümölcsösebbel az amuroknak kedvezni, az be is jött, meg pont is felvette. Meg hát próbálkozunk most már mindenféle taktikával, mert most még nagyon leállt. A 19 nevező közül a legfiatalabb átlag életkorú a Koch Valéria iskola központ kollégistáiból verbuválódott csapat volt. A mi csapatunk, itt a Koch Valéria csapata másodjára szerepel ezen a kis versenyen. Élvezzük, szerintünk jövünk jövőre is, és hát tavaly se, meg idén se fogtunk olyan sok halat, de legalább sok kicsit, aztán sok kicsi sokra megy. Az elején próbáltunk ilyen kis halakra ilyen spitzbottal horgászni, aztán most három ilyen rendes bottal próbáljuk meg itt becserkészni a halakat. Itt a csapatunkban ketten szoktak pecálni, úgy néha napján, aztán ketten mi csak ilyen kis kísérgetők vagyunk. A horgászverseny reggel 7 és dél között zajlott. A korábbi győztes keszői csapat az első kongatásnál már 20 kiló fölötti összfogásnál tartott. 13 kiló 30-as, meg a 12-60-as amurt, meg van még három pontjunk. Taktikát ilyen rövid időre nem lehet semmit kitalálni. Szerencse kérdése az egész. Most ugye hogy állunk, azt nem tudom még. Egy alkalommal nyertünk, tavaly nem sikerült, ide meglátjuk. Azt mondom, hogy jó időjárás, szerencse dolga, ki hol horgászik, mivel horgászik. A Heinek Ottó horgász emlékversenyt idén az Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért, azaz a VUK csapata nyerte 33,86 kg-mal. Második lett a keszői csapat 31,84-jel, a harmadik helyen pedig a nemesnádudvariak végeztek 27,11 kg-mal. A legnagyobb halat, vagyis a 13,3 kg-os amurt Zalabai János fogta. A verseny összfogása 112,55 kiló volt.